Valószínű, hogy nem fogják túlélni ezt az átültetést. Befogta a kezével az orromat, két ujjával az orromat, és eltakarta a számat is. A fiúk még fönt vannak, és tényleg fáj a karjuk, ahogy szedik őket szét. Még több csíkot a habonynak, a ligetbe betolt a faszonnak. Próbálom kiláncolni a géphez. Az a jó, hogy ez még eső esetén is kiváló. Csak a kabát az nagy. Itt szerintem fel is építhetjük az új tábort is akár. Itt a gépen? Az új közös tábor. Itt az esővédet, meg minden. Ezt a párt ki akarják vinni a vasítószoborhoz, és a másikat, azt még átadják a másik időben a vasítót, másik oldalára. 80 összesen, tegnap 4-et már megcsináltak, az az 5-dik, ez a 6. És így lakott, ha másnak meg átadják, jó? Igazán kívül van 2. Az, amit most beáztatnak, azt akarják elvinni, az azonban már lesz meg. A fák az élet. Aki a fákat védi, az életet védi. Aki a ligetvédőket az élet védelmébe akadályozza, az nem a népet szolgálja. Ez egy kicsit megalázó, hogy ilyen kevesen jöttek. Rendőrök. Hát pedig vártunk egy gyorsan. Ennyire köszönöm teleket. Bettina őrnagy! Minden oké? Tudományos megalapozottsággal egyetlen dologban vagyunk biztosak, ez a fal nagyon jó helyen van, ugyanott, ahol eddig volt. Eddig is túlélte ott, tehát ott biztos jó helyen van. Minden más, azt nem hiszük el, mivel hogy már eddig is össze-vissza hazudoztak nekik. Hát önök kimennek, lejövünk, visszateszik oda, ahonnan kiszedték, és ennyi. Vége a munkának mára. Aztán maximum holnap újra találkozunk. Harmadszor is egyben utoljára. Jó, ez van, nagyon okos vagy. Hogy a Csongor a biztonsági örökön keresztül a tálláskosítás felől sikerült beiszni a maradj. Maradj. Majoros úr! Engedélyezhetek, hogy bent maradjon, készítesz felvételeket, vagy nem? Én szíves kifáradni. Civil megfigyelőként szeretnék itt maradni és rögzíteni az eseményeket. Ligetvédő részére. Hozzad! Ügyes vagy, nagyon ügyes vagy. Mi továbbra is ezt szeretnénk csinálni a parkban. Nem pedig kutyafuttatókba bezárva lenni, nem betonmonstrumok között, meg évekig toronydaruk, meg markolók között. Egyszerűen csak szeretnénk ezt a parkot használni arra, amire való. Önök ebben akadályozzák a budapesti polgárokat. Mit szólna ehhez? Parancsoljon, uram. Köszönöm szépen. Most már közterületen vagyok, nem? Uram, Balázs Ákos rendőr úr, elkérni a behajtási engedélyét ennek az autónak? Na mit kéne? Azt kéne csinálni, hogy az őszermentesítést meg kéne csinálni, mert fel fog robbanni itt valaki. Húha! Aha!
mert előírta a jegyző a lőszermesetet, és maguk ön most éppen mit csinál, Rudi úr? Én most tényleg állok. És miért támaszkodik annak a kapunak, ami nem az ön tulajdona? A kapu befele kéne nyílni, nem kifele. Ez egy közút. És az a baj, hogy a területnek nincs lőszermentesítése. Ez pedig kötelező. Úgyhogy itt valaki fölrobbanhat. Megkérdezzük a építetőket. Ezt marhamód meg kéne kérdezni, mert addig még a, mit tudom én, a kis kütyű itten 10-20 centit lement, de ezek lemennek 2-3 méterre, a második világháborúból itt a ligetet megszórták. Tudom, mit volt a Rákos rendezőben. Úgy van, megszórták. Tehát nem itt tudom, most lemegy két de jelezni fogom az építetőknek. Mindenképpen legyen olyan kedves, mert itt nehogy valami gáz legyen most. Ilyen szarságokon le. Ez a park nem azért van, ide épületek. Geri, jól vagytok? Jól van, Ákos. Nagyon jól vagyunk, szuperül vagyunk. Szuperül vagyunk, viszont gyere. Az előbb, amikor a lányokat próbálták meg leszedni, azzal kezdte az őrmester, hogy befogta egyszer a száját és az orrát az Itának. Azért, hogy megijessze, elzárja tőle a levegőt. Nagyon durva volt, tényleg. Elszakították a kabátját, de egyébként jól vagyunk. Béke és szeretet mindenkinek, ez a lényeg, hogy a szeretet mindennél erősebb, teljesen erőszakmentesen. Négyen erősebbek vagyunk, mint az egész rendőrség. Mint az összes pénz, mint az összes fegyver. Egyébként egyetértesz ezzel a Liget projekttel, hogy múzeumi negyedek kialakítsák a Ligetet? Ja, most interjúzunk, várjál! Napot kívánok! Hajrá, srácok! Menjünk, nem, uram, nem vagy elég pesti srác? Jó? Nem! Menjünk, uram, nem vagy elég pesti srác? Menjünk, haladjunk, uram, jó? Haladjunk már, jó? Köszönöm szépen! Uram, haladjunk már, jó? Legyen szíves! Milyen vastag gyökereket vágtak ott. Uram! Szeretnénk, hogyha igazoltatná őket, menetlevelet, illetve behajtási engedélyt kérne ettől a civil autótól, amelyik itt járatja a motort a közparkban, ahova behajtani tilos. Szigorúan. Behajtani tilos. Be kell jönnie, de munkát végül. De csak hogy van erre engedélye? Csak átjött behajtani tilos táblát. Már hogy itt van, már az is jogtalan, hogy nincs behajtási engedélye. Ebben igaza van, ezért föl fogom jelenteni, ha nincs behajtási engedélye. Arra hívnám fel a figyelmét, hogy a kilógó rakomány az nincsen megjelölve, ez minimum egy. Köszönöm szépen. Legalábbis eljátszották azt. A rendőr adott a telefonszámot. A rendőr adott a mennyisége az intézkedésnek. Jó, rendben, az édesem. Jól van. Semmiképp nem akarjuk, hogy az legyen az egészben, hogy a rendőrök lennének itt a minden baj forrása. A probléma az az, hogy már megint a rendőrség lett kivezényelve, már megint arra utasították őket, hogy fizikai erőszakkal távolítsák el a békés demonstrálókat. A Liget projektet vissza kell vonni, mese nincs. Hát ennyi. Lépésről lépésre ugyanezzel az ellenállással meg még nagyobban fognak találkozni, tehát reménytelen. Most építjük fel a rendszert.